Jó estét kívánok, én is köszöntök szeretettel mindenkit, és akkor én leszek az, aki ezt a nagyon-nagyon sok mindent most elkezdi a mai napon. Egy olyan témával, aminek azt a címet adtuk, hogy Édes Anna Galaxis, ami lehet, hogy egy kicsit nagyzoló, de hát az volt ezzel a szándékunk, vagy hát mi magunk éreztük úgy, hogy Édes Annával kapcsolatban most aztán rengeteg mindenünk van. Ugyanis Édes Anna, Kosztolányi Dezső Édes Anna regényéről, illetve a regénynek a tágabb környezetéről, értelmezési környezetéről készült a Petőfi Irodalmi Múzeumban egy kiállítás a tavalyi évben, amely, hogyha majd kinyit megint a múzeum, megint látható lesz, és hát azt hiszem, hogy érdemes is lesz megnézni. De mi ehhez kapcsolódóan több dolgot is készítettünk, és ezekről fogok most majd mesélni, és persze az online tárlatba is bemegyünk, amely a valóságos tárlat alapján készült, tehát egy pici ízelítő lesz abból is, hogy milyen a valóságos tárlat. De most még mielőtt ebbe belemennék, én is szeretnék egy mentimétert csinálni, én is szeretnék egy kicsit játszani, ez persze nem teljesen kötelező, és hozzá kell tennem, hogy anonim is. Tehát, ha valaki úgy érzi, hogy mindegy, tehát, hogy nem teljesen, csak meg kell találnom azt az oldalt, amelyet meg szeretnék osztani. Jó. Tehát a Mentimeterben ezt a kódot kellene beírni, ami itt látható, 176744 7, a 7-es lemaradt, a 16 176744 7, ez lesz a kód. És akkor, ha belépünk, akkor egy kérdés lesz itt, ez, hogy képzeljünk el egy az Édes Anna regény egyik szereplőihez köthető jellemző tárgyat. Mi az és kié? Kicsit próbáljuk meg visszaemlékezni a regényre, biztos, hogy valakinek ez távoli emlék van, akinek talán nagyon mindennapos emlék az Édes Anna, és egy szereplőhöz köthető, őt jellemző tárgyat próbáljunk meg elképzelni, és ezt lehet itt megosztani a többiekkel. De mindenképpen ezt a többiekkel, erre most lesz egy kicsi idő, tehát most még én közben tovább fogok lépni, és más dolgokat is mutatok. És hát az első, amit szeretnék megmutatni, az az Édes Anna kiállításunknak az online változata. Ugye azt említettem, hogy 2020-ban készült ez a kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és most meg is mutatom, hogy hogy található meg ennek az online és egyedül is bejárható változata. Itt a honlapunkon az online múzeum pedagógia alatt látható. Itt van az összes Do It Yourself tárlatunk, ezekről majd lesz szó, és lesz szó arról a nagyszerű alkalmazásról is, amelyet használunk ezeknek a létrehozásához, majd a Sóki Dia fog róla részletesebben beszélni, illetve hát aki esetleg megnézi az előző webinári munkát, az is találkozhat ezzel, és itt fogunk tudni belépni ebbe az online bebolyongható tárlatba. És most egy kicsit várok, hogy betöltsön ez az oldal is. Ez az első terme, tehát most benn vagyunk a tárlatnak a kellős közepében, itt kezdődik az Édes Anna kiállításunk, itt vagyunk a múzeumban, és így néz ki a valóságos tárlat, és ahogy ezt itt lehet látni is, ez a kezdő oldala ennek a kiállításnak, és a címe pedig az, hogy Édes Anna Kosztolányi Trianon 100. És hogy mire hívja fel ez a cím a figyelmünket? Arra, hogy ez a kiállítás egy olyan tárlat, amely nagyon erősen a szöveg felől közelít. Nem Kosztolányi felől akarja az Édes Annát magyarázni, nem Trianon felől akarja Kosztolányit magyarázni, hanem az Édes Anna szövegén keresztül szeretne mindezekhez a dolgokhoz autentikus módon közel kerülni. Ez pedig egy nagyon érdekes olvasási mód, ami, hogyha már csak a tanítási szempontját nézzük a dolognak, akkor is egy izgalmas dolog, hogy tulajdonképpen ne kontextussal, ne az írói életrajzzal tanítsunk egy művet, hanem próbáljuk meg a művet magát pőrén elemezni és a mélyre hatolni, és onnan megérteni a többi dolgot. Hozzá kell tennem azt is, hogy a kiállításnak a kurátora Parádi Andrea kolléganőnk volt, aki egyébként az Édes Anna kritikai kiadásának, az online kritikai kiadásának az elkészítője is. Tehát ő aztán tényleg egy olyan ember, aki betűről betűre ismeri ezt a szöveget belülről, és hát ez a szövegismeret, ez nagyon látszik ezen a kiállításon. Lehet, hogy azt mondanánk, hogy
hogy legalábbis én még akkor úgy tanultam, amikor én iskolába jártam, hogy az Édes Anna az elsősorban egy lélektani regény, de ez a kiállítás a másik aspektusára is nagyon erősen hangsúlyt vett, már a címéből is adódik, ugye, hogy nem Kosztolányi évfordulóra készült, nem Édes Anna évfordulóra, hanem a Trianon 100. évfordulójára készült, és ez pedig a társadalmi, politikai vonalát hangsúlyozza ennek a regénynek. Ugye itt van egy érdekes Márai idézet, ugye Márai azt mondja, a saját értelmezése felől persze, hogy az egyetlen magyar társadalmi regény az Édes Anna, amely az osztályharcot úgy érzékeltette, ahogy kell, szocialista realizmus nélkül végzetes emberi valóságában. És hát ez a rövid mondat már nekünk képet adhat arról, hogy ezt a regényt nem biztos, hogy mindig realista regényként értelmezték. Akkor abban a korban, amikor Kosztolányi megírta, akkor rengeteg személyes élményt apadt ezekhez a történtekhez, 19-es, 20-as, 21-es, 22-es évhez. És tulajdonképpen ezeket a politikai, történeti, történelmi eseményeket veszi sorra ez a kiállítás is, hiszen a regény cselekménye ezekre szépen ráéleszthető, egészen a Kun Béla elrepülésétől kezdve, amelynek a részleteit kibontva, például megmagyarázva azt, hogy miért vitt ő zserbókat a zsebeiben, és egyáltalán hogy lehet az, hogy ő pont a vérmező fölött repült el, és ennek mi az oka, miért így alkotta ezt meg Kosztolányi, és egyáltalán mi köze Kun Bélának a vérmezőhöz, és milyen asszociációkat, milyen emlékeket, egyáltalán nem könnyen feldolgozható dolgokat hívott elő az akkori olvasóból egy-egy ilyen apróság, amit mi csak a regény díszleteként olvasunk esetleg. Hát ezeket bontja ki nagyon szépen ez a kiállítás pontról pontra, most persze nem fogok tudni végigmenni az összesen, de látható, hogy az egyes eseményekhez mindenütt kapcsolható valami ilyen érdekesség és valami ilyen fontos háttér. Most viszont tovább megyek a második termébe ennek a kiállításnak, ahol egy fantasztikus vetítés látható, amelyet most sajnos nem fogunk tudni megnézni, mert azt hiszem, hogy ez túlterhelni a rendszert, és nagyon hosszú is, de nagyon javaslom mindenkinek, hogy nézze meg a honlapunkról, ahol az előbb megnyitottam a kiállítást, elérhető, és itt is elindítható. Ez egy 360 fokos vetítés, amely a kiállításban is szerepel, a kiállításnak ebben a középső termében, és az Édes Anna cselekményét dolgozza fel, de hát annál persze jóval többet is ad. És amit itt látunk ezen az asztalon, abból talán már egy picit érdekes, vagy picit nyilvánvalóvá válik jobban, hogy miért kértem az előbb, hogy tárgyakat mondjanak, soroljanak fel nekünk, amelyek az Édes Annához köthetők, hiszen ezen a vacsora asztalon, amely lehet, hogy éppen a végzetes vacsorának az asztala, itt látható rengeteg korabeli tárgy, amely mindegyike felidéz egy-egy karaktert a regényből, az illatszivattyúk, a gyógyszeres labdacsok, ezek mind-mind szereplőköz köthetők, az ócska kézitükör a maga nagyon egyszerűségében, mondjuk szembeállítva az illatszivattyúknak a luxusával, vagy a Mária érem, óraláncon, amely szintén nagyon jól köthető az egyetlen igazán emberi szereplőihez, vagy talán az egyetlen igazi emberi szereplőihez a regénynek. És akkor itt egyet szeretnék még kiemelni, az a Vörös Újság. Itt csak egy idézet szerepel, amelyből aztán összerakható, hogy kiről is szól igazából ez az idézet. A keserves két esztendőben fokozatosan megtanult, hogy az élet semmi és az anyag minden. Hiszen az újságban ő is olvasta, hogy az osztrák hadsereg egy teremtett ember életét a szívével és agyvelejével együtt mindössze 36 aranykoronára becsüli, sokkal kevesebbre, mint egy fölszerelt lovat. Miért ne vesztette volna el hát szemmértékét éppen ő az iránt, hogy mi az értékes és mi nem? Ledobta a Vörös Újságot, csörgött a hitvány szalma papíros, amely barnás füstös volt, mintha valami világégés pörkölte volna össze. Vízi Kornél óvatosan aludt, összegombolyodott, mint a sün, hogy minél kevesebb helyet foglaljon el, párnái fehér fedezéke mögé bújva, kétértelmű kijelentéseket tett, mosolygott halálos ellenségeire, a forradalmárokra. Még álmában is taktikázott. Tehát ilyen idézetekkel köthetők ezek a tárgyak az egyes szereplőkhöz ebben a teremben, és most akkor tovább megyünk a következő terembe, ahol folytatódik az eseményeknek a láncolata. Itt ezen a falon,
a Rémület című fejezetig, ahol ugye elindul a trianoni békeszerződést a Aláíró Bizottság, és éppen azon az éjszakán, amikor ez megtörténik, akkor az a végzetes éjszakája a vízi házaspárnak is. Ugyanakkor itt láthatunk egyes szemelvényeket, képeket, dokumentumokat arról, hogy személyesen Kosztolányi hogyan kapcsolódott Trianonhoz, hogyan volt ez neki a személyes tragédiája is. Itt mondjuk csak említve az unokatestvérének, ugye Csárd Gézának a halálát, aki hát talán a Trianon miatt is halt meg, hiszen nem jutott át a határon azért, hogy megfelelő orvosi segítséget kapjon, és lehet, hogy emiatt is lett többek között öngyilkos. És hát itt van ugye Kosztolányinak a saját családja és a saját személyes háttere abból az időből, amikor az édesanyja regényt megírta. Ezek mind a kiállításnak a részét, egy-egy érdekes szeletét képezik. Itt pedig ezen a falon talán az a rész található meg, ami talán lehet, hogy a diák olvasókat a leginkább foglalkoztatja, az, hogy melyik szereplőnek ki volt az elődje, ki volt a mintája, kit honnan mintázott meg Kosztolányi, és milyen életrajzi dolgokra vezethetők vissza a szereplőknek a történetei, jellemvonásai, alakjai. Tehát erről is van egy kicsit szó, itt például édesanyáról. És itt látható az egyetlen, tulajdonképpen az egyetlen olyan tárgyunk is, amely megmaradt Kosztolányitól, a könyves polca ide beépítve a kiállításba. Most pedig tovább megyünk egy csodálatos helyre, ez pedig a terünk, a Múzeum Pedagógiai Tér, amely tulajdonképpen majdhogy nem a kiállítással egy időben keletkezett és épült ilyen szépre, és ehhez is rengeteg programunk és mindenféle foglalkozásunk, táborunk kapcsolódik. Itt például látható, hogy a gyerekek itt hagyták a táboruknak a nyomait, ilyen zászlók és mindenféle tárgyak formájában. De miután ez a tér tulajdonképpen együtt készült az édesanyja kiállítással, arra gondoltunk, hogy valamilyen módon egybe szeretnénk vele kapcsolni, ráadásul ugye pont az édesanyja kiállításból nyílik ez a tér. Ezért arra gondoltunk, amikor készült a kiállítás, hogy készült a tér, hogy egy pályázatot írunk ki, egy élettárgy pályázatot, amelynek az lesz a lényege, hogy az édesanyja szereplőihez élettörténettárgyakat, jellemző tárgyakat kérünk a pályázóktól, készítsék el azokat a tárgyakat, amelyeket az egyes szereplőköz a legjellemzőbbnek, a legsokat mondóbbnak, a legtelítettebbnek tartanak, és csodálatos pályamunkákat kaptunk. 8 darab került be végül a tárlatba, elkészítve, és ezek a tárgyak ugye egyrészt használhatók, kézbefoghatók, megnézhetők, másrészt pedig használjuk őket a foglalkozásokhoz is, egyelőre azokhoz, amelyek valóban a tárlatban zajlanak, de ez igazából csak időkérdés, hogy mikor tesszük át ugye online-ba. Néhányat megmutatok ezek közül a tárgyak közül. Az én egyik kedvencem, személyes kedvencem, az Masznik Hanna műve Ficsor úr időt álló sapkája. Hozzá kell tennem, hogy Masznik Hanna egy végzős gimnazista lány volt, tehát igazán példaértékű, hogy milyen átgondolt viszonyulása volt a történelemnek, vagy a történeteknek ugye ilyen pillanataihoz. Ezt a sapkát úgy készítette, hogy a déd apjának, a sapkájának a szabás mintáját levette, és abból készült ez a sapka. De ez nem egy egyszerű mici sapka, amely mondjuk 100 évvel ezelőtt bármelyik házmester fején lehetett, hiszen Ficsor úr ugye a helyezkedés művésze, és hát ennek a sapkának a belső oldalán, ha kifordítjuk, akkor egy vékony vörös szalag látható. Tehát amikor a vörösök vannak hatalmon a tanácsköztársaság idején, 133 napig, Ficsor úr ezt így viseli, vörös szalagjával kifelé fordítva. Viszont azon a napon, amikor az édesanyja regény elkezdődik, azon a napon, amikor Kun Béla elrepül és a tanácsköztársaságnak vége lesz, azonnal visszafordítja a sapkáját eredeti formájába, és visszaváltozik azzá az alázatos házmesterré, aki korábban is volt. Egy másik ilyen tárgyunk az Bakó Eszter munkája, a kötény, amely ugye édesanyja köténye is lehet, akár az övé is lehet, akár másé is lehet, egy kötény, amely egyben munkaruha is, elfedi az egyéniséget, tehát ki is van keményítve teljesen, tehát sok szempont kicsit olyan, mint egy páncér is, vagy mint egy váz, amely mögött nem tudjuk, hogy kirejtőzik, illetve mögötte az ember láthatatlan.
ez a kötény jellemezte ő szerinte édesanyának a viszonyát a munkaadóihoz. És akkor talán még egyet mutatnék, ez pedig édesanyának a párnája, ez egy nagyon különleges munka. Édesanna egy párna húzatot kapott a munkaadóitól, amelyet elkezdett hímezni, és mindig a lelkiállapotának megfelelően itt a sárga résztől elkezdve hímezte egyre borongósabbra, egyre zaklatottabbra, míg végül ugye megtörtént a tragédia, ami aztán utána egy ilyen semmit mondó elfelejtésbe ment át, ahogy végül is a regényben is ez történik édesanyával. Az ő történetének ez a drámája van ebben a párnában, ebben a párnába belefoglalva. És most, hogy ideig jutottunk, lehet, hogy én most megnézem a Mentimeternek az eredményeit. Húha! Nagyon sok szép dolog került ide. Csengő csenget. Édes Anna melegítő, piskóta. A piskóta, igen, az nálunk is előkerült, mint az egyik ikonikus eseménynek ugye a jelképe. A trombita, igen, Édes Annának a trombitája, amit ugye attól a kisfiútól kapott, akinél ugye előzőleg szolgált a használt cipő, igen, sapka, cselédkönyv, persze, kés, hát igen, a gyilkos fegyver mindenképpen. Kötény, a csengő és a házmester, ugye a csengetyű, igen, most esett le, hogy ez akkor, amikor ugye kezdődik a regény, és a csengetyűt jön megjavítani Ficsor. Batyú, sapka, kulcs, tükör, igen, tálca, amelyen visszük az ételt és az italt, viszi a cseléd az ételt és az italt. Nagyon szépen köszönöm, csodálatos. Köszönöm, hogy elgondolkodtak velünk együtt ezen az élettárgyaknak a jelentőségén. És akkor most át szeretnék ugrani egy másik helyre. Ez pedig, most akkor... Most akkor innen megyek, azt hiszem. Ez pedig az Édesanna sétánk. Itt az oldalsó menüből ki is választom. Egyébként itt látható, itt van a videónak a linkje, vagy hát a vetítésnek a linkje. Nagyon röviden a sétánkra szeretnék egy kicsit ráugrani. És itt is van. Tehát ez a séta ugye a Budán, az Édes Anna regénynek az azonosítható, jól beazonosítható helyszínein sétál végig. Persze van ezen kívül is sok azonosítható hely a városban, amelyet az Édes Anna említ, de ezekhez egy-egy érdekesebb esemény jól köthető, és ezek egy viszonylag bejárható útvonalon vannak, tehát van egy bejárható, valóban városi sétánk, amely ezt az útvonalat követi, és ebből készült végül is ez az online séta is. Itt csak végigmondom, hogy mely állomásokon lehet megfordulni. Itt a Kumbéla tematikánál, a Vérmező sarkán, ahol egykor a Kumbéla szobor állt, aztán a Vízi Égházát nézzük meg annak a helyét, és találgatjuk, hogy hol laktak, és milyenek is voltak ők. Márai Sándor egykori lakhelye is itt van a közelben, és ő hát tulajdonképpen majdhogy nem szomszédja volt Kosztolánynak, nem sokkal azután, hogy az Édes Anna megjelent. Tehát őt mindenképpen beemeltük a sétába, hiszen sok érdekes dolgot mondott ő is erről a témáról. Kosztolányi Dezső egykori otthonát is meglátogatjuk, mert Kosztolányi Dezső ugye ezen a környéken, a Krisztina városban lakott, amikor az Édes Anna regényét megírta, és a krisztinai polgárokat tágabban persze egy egész történelmi tablót írt bele ebbe a regénybe. A Philadelphia kávéházhoz is ellátogatunk, hiszen ez is röviden fölemlítődik a regényben, és egy érdekes színfoltja volt az akkori irodalmi és éjszakai életnek, és a Krisztina téri templomhoz, ahol van egy érdekes esemény, amelyet ugye Vizi felnagyít nagyon a Krisztina téri incidens, amikor ő maga is a történelem tanuljává válik. Végül pedig a Tabánban végezzük a sétát,
ahol megkeressük azt a helyet, vagy hát nem keressük meg, hiszen az már régen nincs meg, de annak a helynek a nyomában járunk, ahol édesanyja korábban dolgozott, ahol ő még egy emberi, szerethető és szeretetet adó lény volt, és nem pedig egy teljesen elidegenített, saját életétől elidegenített valaki. És most csak egy pillanatra le szeretnék ugrani ide a Krisztina térre, egy ilyen kattintással. Egyébként a séta egyes állomásai járhatók egyik helyről a másikra. Itt van a Dériné. Ihatnánk egy kávét, de most nem tesszük, hanem ide jövünk. Bocsánat, az egerem. Itt mehetnénk tovább. És itt ugye itt a Krisztina téri forradalom játszódik le, amelyet ugye Vizi a regényben említ, mint egy nagy eseményt, amelyet ő maga is átélt. És ezzel kapcsolatban van néhány aktivitás is ebben a sétában. Egy olyan aktivitást helyeztünk itt el, amelyet akár csoporttal, akár egyénileg is végig lehet játszani. Ez a történelemnek a szemtanúja, történelem szemtanúja című aktivitás. Ennek az a lényege, hogy akárki ma is akár elképzelheti azt, hogy ő maga a történelem egyik fontos pillanatának a szemtanújává válik, vagy egy olyan pillanati, amit ő nagy jelentőségűnek érez, de aztán esetleg kiderül róla, hogy nem az, vagy éppen fordítva azt hiszi, hogy jelentéktelen, és később kiderül, hogy nagyon fontos volt. Ezen kell egy picit itt együtt elgondolkodni, hogy volt-e valamilyen ilyen pillanat, mi volt a jelentősége, hogyan tudnánk elmesélni, leírni, hogyan tudnánk objektíven, vagy akár nagyon szubjektíven megjeleníteni ezt az eseményt. Tehát ebben a sétában ilyen típusú aktivitások is vannak, de természetesen az édesanyja tárlathoz kapcsolódóan, az online tárlathoz kapcsolódóan van foglalkozásunk is, amely kérhető mindenféle diákcsoportok számára. És én akkor azt hiszem, hogy itt valószínűleg elég hosszúra is nyúltam, és befejezem a saját mondókámat, és szeretném átadni a szót Soki Diánának, aki most majd, ha jól tudom, Jókairól fog nekünk mesélni. Nagyon köszönöm. Én is köszönöm. Jó volt hallgatni Juditot, nagyon sok mindent mondott el szerintem. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, engem Soki Diánának hívnak, és én is egy pici szeletet fogok bemutatni abból, amivel most jelenleg így előrukkoltunk. És nem máshoz kapcsolódom, mint akit Judit is említett már, ő pedig Jókai Mór. És én be is linkeltem ide a chatbe azt a honlap részt, azt az online múzeumpedagógia karantén idején részt, ahonnan egyébként az online tárlataink elérhetők. És mindenkit bátorítok arra, hogy próbálja ki akár itt a felületet, hogy mi található itt, illetve jelentkezzenek a foglalkozásainkra, akár diákcsoportokkal, de egyébként felnőtteket is nagy szeretettel látunk, kollégákat is nagy szeretettel látunk, tehát bátran forduljanak hozzánk. És itt található a Jókai kertje és regényei fül, és hogyha erre a fülre ugrunk, akkor itt lehet látni azt a felületet, ahol a Jókaival kapcsolatos anyagainkat töltöttük fel. Nem másért, mert hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz kapcsolódik a Schwab-hegyen található Jókai kert, és a Jókai kerten belül van egy présház, az a présház, ami megmaradt abból a kertből, ami Jókai fantasztikus csodabirodalma volt, és ebben a présházban található egy pici mini kiállítás. Ez egy természetvédelmi terület, tehát a Petőfi Irodalmi Múzeum a Dunai-Poly Nemzeti Parkkal osztozik ezen a területen, és ide általában tavasztól őszig, tehát a jobb időszakban várják a vendégeket, ez az időjárásnak is köszönhető. Viszont most a virtuális felületünknek hála ellátogathatunk ide akár zimankos télen is. Ezen a felületen, amit itt most mutatok, itt elérhető online feladatlapok is elérhetők, tehát ha valaki nem a virtuális tárlatban szeretne bolyongani, akkor itt van a letölthető feladatlapok felirat, és itt három témán belül vannak feladatlapok feltöltve. Ezeket meg lehet nyitni, PDF formában egyébként le is lehet tölteni, és akár lehet használni órán is segédletként. És hogyha itt a Jókai Mór kertje és regényeire kattintok, vagy akár erre a virtuálisan is felfedezhetjük a kertet, akkor be is ugorhatunk ebbe a tárlatba.
Ez hasonlóan ahhoz, amit Judit is mutatott felületet, ez a Thinglink-nek a felülete, amit Kádár Anna kolléganőm talált meg egyébként, amire aztán mi mindannyian, hát úgymond rákattantunk, és teljesen beszippantott bennünket a Thinklink. Ez egy nagyon egyszerű, nagyon látványos, nagyon jól kezelhető felület, ami nagyon egyszerűen, ahogy lehet látni, feltöltött képeken, ikonok alá rejtett információkkal találkozhatunk, és ezek az ikonok, ezek az információk elég változatosak tudnak lenni. Így például tudok feltölteni képet szöveggel, de például tudok feltölteni videót is, ha erre kattintok, akkor saját magamat hallhatnám, viszont én ezt a videót most nem indítom el, mert az a tervünk, hogy a virtuális tárlatainkba beültessünk ilyen kis videók formájába tárlatvezetéseket is, tehát hogyha valakinek nincs ideje, vagy nem épp alkalmas velünk felvenni személyesen élőben a kapcsolatot, ami azért egyébként teljesen más, ezt egy finoman megjegyzésként említeném, akkor ilyen kis videókon is mesélünk a kiállításról, tehát igyekszünk ezt a kiállítást is megtölteni. A Jókai kiállításban egyelőre még nem az összes ilyen videó készült el, de ezen folyamatosan dolgozunk, tehát mi ezzel töltjük most így a karantén időszakot. És ahogy lehet itt látni, az ikonok alatt nem csak információ rejlik, hanem át is ugorhatunk más világokba, vagy hát más területekre, így például erre a felületre. De visszamegyek, hogy egy picit elmondjam, hogy mik vannak itt. Amit ugye itt látunk, ez egy 19. századbeli térképrészlet. Annak a térképnek a részlete, ahol a Jókai kert elhelyezkedik. Tehát ez, amit én most az egeremmel megmutatok, ez a terület, ez itt a Jókai kert. És én a Jókai kerten belül kiválasztottam olyan pontokat, amik ma is ténylegesen ott állnak a kertben, és ezekhez a pontokhoz lehet ellátogatni, és itt egy picikét körülnézni. Így például van egy nagyon különleges, és nagyon különleges módon oda került, nagyon rejtélyes módon oda került Ipoly-Tarnóci ősmaradvány részlet. Még a Duna-Ipoly Nemzeti Park dolgozói sem teljesen tudják ennek a történetét, hogy hogyan került oda az Ipoly-Tarnóci ősmaradványok közül egy megkövült fatörzs ide, a Jókai kertbe. Egyébként szerintem, ha Jókai Mór ezt látná, akkor nagyon örülne neki, mert hogy Jókai rajongott a természetért, és ezen a felületen egyébként mi ezzel is foglalkozunk. Tehát egyrészt azzal, hogy mit jelentett Jókai Mór számára a természet, hogyan inspirálódott belőle, mit jelentettek számára a természettudományok, vagy akár a régészet, archeológia, az őslénytan, hogyan jelenik meg ez az érdeklődés a regényeiben, a szövegeiben, a tárgyaiban, ezeknek járunk utána, illetve megnézzük azt is, hogy mit jelentett Jókai számára ez a kert, hiszen Jókai Mórról tudjuk azt, hogy ő egy úgymond celebritás, celeb volt a maga korában, egy elég botrányhősnek számító személy is, ugye itt a bulvár része a történetnek az Jókai Mór és a nők kapcsolatai, ami miatt nagyon sokszor rossz hírnevet is szerzett magának. Mindenesetre ő egy elég ismert, ünnepelt költő volt, aki szívesen elmenekült a vizslató tekintetek elől a kertjébe, egyfajta senkik szigetére menekült így hát el, egy olyan rejtekbe, ahonnan ő rálátott a világra, ahogyan ő ezt itt meg is fogalmazza, ő rálátott a világra, azonban a világ nem látott ő rá, így fogalmaz, hogy a hely, ahol lakom, egy olyan az istenség kegyéből engedélyezett sziget, ahonnan én élő szemmel lelátok a világra, s a világ nem lát én rám vissza, s a lonkáim, rózsafáim túl a fönséges kilátás, melyhez fogható alig van, alant a tündöklő Dunától kettészelt Budapest, akit én 44 év óta látok megszületni és felvirulni, óriássá lenni, és még most is minden nap látom megszületni. Tehát ez számára egy olyan rejtekhely is volt, ahonnan megleshette úgymond a társadalmat, Békében. Itt egyébként egy olyan festményt rejtettünk el, amit Jókai maga készített, tehát ő így látott rá még akkor a városra, hát ma már a kertből így látunk rá Budapestre. És Jókai a rejteket azt nem csak ilyen értelemben ismerte, hogy saját maga rejteket készített volna, de róla tudjuk azt is, hogy ő például bújdosóként is megismerte a természetet, hiszen 1849 után ő a Bükkben
kényszerült egy ideig bujdosni, és például ennél a résznél egy picit erről a jókairól mesélünk általában, vagy beszélgetünk. Tehát ez maga a jókai kert, amit nagyon sok izgalmas részleten keresztül fedezhetünk fel. Egy picit közelebb kerülünk ahhoz az alkotóhoz, aki egyszerre gondolkodott képben, és alkotott képet is, vagy akár szobrászkodott, aki imádta a természetet, és a kertjét is hihetetlen nagy lelkesedéssel művelte meg, és meg is írta ezt a küzdelmet, amit a kertjéért tett, például a kertészgazdászati jegyzetekben. Tehát itt ilyen izgalmas tárgyakkal és történetekkel találkozhatunk, de itt is vannak egyébként aktivitások, tehát hogyha vezetést kérnek tőlünk, akkor lehet olyan vezetést is kérni, amiben kifejezetten azt kérik, hogy ne csak ilyen frontális módon előadjunk, hanem akár mondjuk beszélgessünk is a diákokkal. Ehhez mondjuk nekünk fontos tudni azt, hogy a diákok mennyire hajlandóak mondjuk szóba elegyedni velünk, tehát mennyire megmozdíthatóak, akár az is jó, hogyha mondjuk a kamerán keresztül tudunk velük egy picit csevegni. Úgyhogy ez a jókainak a felülete, és Judit említette, hogy egy picikét én megmutatnám azt is a hátteret, a kulisszát, hogy mi hogyan szoktuk ezt a Tinglink felületet kezelni. Kádár Anna kolléganőm készített egy fantasztikus bemutatót erről, és Attilának nagyon köszönöm, mert ő betette a chatbe egyébként azt a korábbi tavalyi videónkat, ahol szintén említettük, beszéltünk már a PIM-nek a tartalmairól, és ott Anna részletesebben is beszél egyébként a Tinglinkről, illetve van egy olyan anyag is, amit szerintem át tudunk küldeni annak, akit ez bővebben érdekel, egy olyan ilyen kicsit tutoriál, ami segít. Anna, ebben megerősítesz, hogy ezt át tudjuk küldeni? Jó, bólogat, úgyhogy igen, köszönöm szépen. Igen, köszönöm. Na, de azért gyorsan megmutatom, hogy mennyire egyszerű is ez, csak azért, hogy tényleg, ha valakinek van kedve egyedül is kipróbálni, akkor ne bátortalankodjon, hanem nyugodtan vágjon bele. És ehhez megmutatom ezt a felületet. Ez a mi Tinklink fiókunk. A miénk az nagyon tele van, mert hogy mi már nagyon sok mindent töltöttünk ide fel. Amit itt lehet fölül látni ebben a felső sorban, ezek a mi mappáink, és mindegyik mappa tartalmazza azokat az anyagokat, amiket mi használunk a Tinglink tárlatok megépítéséhez. Így most én a jókaira megyek, mert azt már ugye látták, és talán ez így egy kicsit egyszerűbb, itt a jókai mappa. Ha rákattintok, akkor itt lent vannak azok a fotók, amik egy-egy felületként összefűzhetőek, és így egy ilyen virtuális teret, bejárást adnak nekünk. Tehát itt tudom szerkeszteni például a térképen lévő ikonokat, vagy itt tudom szerkeszteni ennél a fánál lévő ikonokat, de ezt is néztük, ugye a rejtek helyeink, búvó helyeink részt, és az itteni ikonokat például, ha rákattintok, akkor tudom már szerkeszteni. Fölül van egy ilyen kis ceruza, ez a szerkesztő gomb. Ha erre rákattintok, akkor itt hozzáadhatok tartalmat, adhatok hozzá szöveget és médiát, adhatok hozzá csak valamilyen szöveges tartalmat, illetve adhatok hozzá honlapos tartalmat, tehát mondjuk például ide YouTube linket lehet behelyezni. Ezzel érdemes egyébként játszani. Mi ezt szeretjük a legjobban, amikor szöveget és médiás tartalmat is, akár képet is, akár kattintható honlap tartalmat tudunk megosztani. Így például, ha erre rákattintok, akkor mondjuk ide beírom a címet, amit szeretnék feltölteni, ide a leírást. Ehhez tölthetek fel ide képet, vagy akár egy kis videót is. Például jókait, mert én most éppen vele foglalkozom. Amíg betölt, addig én például ezt a linket is innen kimásolom. És ide betehetnék egy linket is, ami elvezet bennünket a PIM honlapjára. Ez egy olyan kép, ugye,
amit meg kellene szerkesztenem előtte, hogy Jókainak a fejét ne vágjam le, minden esetre itt akár esetleg Jókai öltözködéséről is beszélhetek, és akkor nem probléma az, hogy ezen a képen nem látszik a feje. Tehát a Tingling az meghatározott fotoméretekkel dolgozik, úgyhogy néha ezzel egy kicsit kell előre dolgozni, hogy az ember úgy kapja meg a képnek a beosztását, hogy az megfelelő legyen. És tulajdonképpen itt kiválaszthatok akár ikont is, hogy milyen ikon alá szeretném rejteni ezt a tartalmat. Mondjuk én a csillagot választom, és azt mondom, hogy Dan, tehát, hogy megvan. És itt van innentől kezdve nekem ez az ikonom, ami alatt ott van az a tartalom, amit nemrég ugye elrejtettem. És hogyha ez nekem nem tetszik, vagy azt mondom, hogy jaj, hát itt hiba csúszott, és ez egyáltalán nem jó, akkor én egyszerűen fogom és a délet delete gombbal ki is törlöm. Tehát nagyon-nagyon egyszerűen hozzáadható tartalom, és ki is törölhető. Amit még megmutatok gyorsan, hogy hogyan töltünk fel ide képet, mert ugye nem csak tartalmat szeretnék a képhez hozzáadni, hanem képet is szeretnék mondjuk föltölteni, akkor egyszerűen itt van egy create gomb. Egyébként ezt az egész honlapot magyar nyelven is be lehet állítani, tehát vannak bizonyos funkciók, ahol magyar nyelvet is be lehet állítani, ha jól tudom, mert már láttam olyat, akinél ez sikerült. Nálunk szerintem egyszerűbb egyébként, hogyha nekem egyszerűbb, hogyha az eredeti nyelvet használhatom. És itt tölthetünk föl képet, akár videót is, és 360 fokos képet is. És mondjuk én föltöltök egy 360 fokos képet, amit eredetileg már letöltöttem, és tulajdonképpen már fel is töltődött, a Tingling már össze is állította, és ez a Jókai kertnek az egyik részlete, az oroszlános padnak a mása, ami eredetileg állítólag itt állhatott a kertben, hisz Jókairól tudjuk, hogy a kertjében volt egy oroszlános pad, ahol ő előszeretettel írta a regényeit. És akkor íme itt van ez a felület, ezt már fel is tettem, akár tehetnék fel hozzá tartalmakat is, amit az előbb már megmutattam. És hogyha szeretném például azt, hogy ehhez az oroszlános padhoz a Jókai tárlaton belül el tudjunk látogatni. Az is nagyon egyszerű. Én mondjuk azt szeretném, hogy innen a térképről el tudjunk jutni. Ugyanígy, ahogy most rákattintok erre az ikonra, és eljutunk a szikláig, vagy erre az ikonra, és eljutunk a Jókai kertben lévő egyik szoborig, eljussunk addig az oroszlános padig, akkor szintén a szerkesztésre nyomok, és itt be lehet állítani, hogy Create Tour, ezzel egy túrát hozok létre, tehát az egyik felületről átléptethetem a másikra, itt ennek a segítségével, és itt ki kell választanom, hogy én hova szeretném eljuttatni ebből a térképből, és itt ki kell választanom a mappát, ugye én a Jókaival foglalkoztam most, úgyhogy ezt keresem meg, Jókai kertet, és mivel a Jókai kert mappájában még nem tettem fel ezt a 360 fokos képet, ezért most még ott nem találom, de itt a menüben szabadon megtalálom. És felteszem, és mondjuk ide is írom, hogy itt az oroszlános pad. És azt mondom, hogy én ehhez adok egy olyan ikont, ami nekem szimpatikus, mondjuk legyen ez. És itt el is helyezem, az oroszlános pad az most valahol itt foglal helyet, és azt mondom, hogy kész. És innentől kezdve, ha a térképen rákattintok erre, akkor már ott is vagyok az oroszlános padnál, és élvezhetem a napsütést, amit most így este nem tudok megtenni. Tehát ez egy nagyon-nagyon egyszerű szerkesztői felület, azt kell, hogy mondjam, és bárkinek szeretettel ajánlom. Hogyha valaki szeretné megkeresni ezt a nagyon jó alkalmazást, most kilépek a mi fiókunkból, megmutassam, hogy hol érhető el, akkor itt van a tingling.com oldal, és a tingling.com-on lehet regisztrálni,
Itt felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy ha tanárként szeretne regisztrálni, és én ezt tudom ajánlani, akkor itt alul azért érdemes kiválasztani, hogy mi mondjuk inkább osztálytermi vagy tanulásra szeretnénk használni a Thinglinket, és itt kezdjük el a regisztrációt. Ezt be fogom most linkelni ide a chat ablakba. És mindenkit szeretettel várok pénteken, január 22-én, amikor is a Jókai kertben egy bővebb barangolást fogunk tartani. Én most nem húznám tovább az időt, és köszönöm szépen a figyelmet, és átadnám a szót Kádárnak, a kolléganőmnek. Köszönöm szépen, én is mindenkit üdvözlök, és nagyon köszönöm a Diának és Juditnak a fantasztikus előadásokat. Tényleg egy élmény volt már így nekem is bebarangolni veletek ezeket a sétákat és tárlatokat. És én pedig egy új pályázati lehetőséget szeretnék megmutatni nektek, ami hát így, hogy Dia felvezette a Thinglinket, most igazán témába vág. Tehát lehet, hogy most pont azon gondolkodtok, hogy hát mennyi mindent ki tudnék én hozni egy ilyen prezentációs eszközzel, hogy akár képekhez hozzárendelhetnék információkat, vagy még akár virtuális tereket is fel lehet tölteni, és akkor azokat is be lehet így rendezni, úgymond. De most egy olyan kezdeményezés van, vagy most az az ötletünk támadt, igazából nem a mi ötletünk, hanem a Thinglink egy ilyen kifejezetten oktatási célra létrehozott vállalkozás, és ők kifejezetten tanároknak létrehoztak olyan eszközöket, amivel a diákjaikat be tudják vonni az alkotásba. Tehát, hogyha most azon gondolkodunk, hogy mi lenne, hogyha a diákok is alkothatnának ilyen kiállításokat, és hogy hát vajon ők például ennél például a Jókai oroszlános padjánál, hogyha az lenne a feladat, hogy képzeljék oda, hogy mi lehetett Jókai képzeletében ennél a padnál, akkor például ez egy nagyon izgalmas alkotó feladat lehet, egy ilyen fantázia megmozgató, kreatív író feladat. És ilyesmi feladat ez a pályázat, megosztom a képet. Képernyőmet én is, bocsánat. Ez újra a honlapunk, amit itt láthattok, és ez pedig a János Vitéz emlékkiállítás című pályázat, amit mutatok nektek. Az az ötletünk, hogy ugye hát a János Vitézt ismerve a gyerekek megismerhetik azt a rengeteg fantasztikus világot, ahova János Vitéz ellátogathatott, és azt a rengeteg szereplőt, akivel találkozott, és hát mondjuk egy részig túlélte, de inkább kevesebben élték túl. De hát azon kívül is mi feltételezzük, hogy hát lehet, hogy a János Vitézben vannak még olyan szereplők, akik kimaradhattak, vagy elkószáltak, vagy hát Petőfi mondjuk hely és időhiányba kihagyta őket, stb. Stb. Tehát a felhívás az arról szól, kifejezetten ötödikes osztályokra gondolunk most itt, akik pont a János Vitézzel foglalkoznak, tehát benne vannak ennek a mindnek a világában, ismerik a fordulatokat, a szereplőket, és el szeretnének azon gondolkodni, hogy hát milyen más szereplők lehetnének még ebben a történetben, és ezeket a szereplőket szeretnénk hát világhírűvé tenni a Thinglink tárlaton keresztül, mert az a felvetés, egy ilyen feladatlappal lehet erre a pályázatra benevezni. Itt le is van írva, hogy hát János Vitéz hatalmas hírnevet szerzett, és szinte celebritássá vált Meseországban, ahol is emlékkiállítást készítenek neki, de hát erre az emlékkiállításra nem csak olyan szereplők küldik be a saját történeteiket, akiket ismerünk a szövegből, hanem mindenki más is. És akkor itt egy kicsit egy ilyen feladatlap során először hát végig lehet gondolni, hogy kivel találkozott a Petőfi műben János Vitéz, és aztán pedig
el lehet azon gondolkodni, hogy ki lehetnek az elfelejtett szereplők, és akár rajzban, vagy akár leírásban itt ezt el lehet nekünk küldeni. Úgyhogy ez a pályázati adatlap úgymond, tehát igazából ezzel tudtok jelentkezni. Na most ez egy valójában egy ilyen projektmunkának mondható, ez az egész alkotás, mert hogy több lépcsős. Az legelső lépcső az igazából nem is a gyerekek részére készült, hanem pontosan nektek, tehát azoknak a pedagógusoknak, akik szeretnének ebben részt venni, tartunk egy ilyen gyors talpaló továbbképzést, amin tényleg mélységeiben is megmutatjuk ezt a thinklinket, és megmutatjuk, hogy hogyan is szerkesztjük, és aztán pedig ugye megcsináljuk együtt a közös, megcsináljuk a fiókot, és azt is megnézzük, hogy lehet diákokat hozzáadni, mert ugye nem csak arra képes ez a thinklink, hogy a diákokat bevonja az alkotásba, hanem egy ilyen több olyan struktúrája van, hogy a tanárok tudnak a diákoknak jogokat adni, meg tudják őket tenni csak nézőnek, vagy szerkesztőnek, ugye, tudják őket törölni, vagy be tudják venni őket, tehát más-más jogok vonatkoznak tanárokra és diákokra, ami elég hasznos a közös munka során. És ezen kívül nagyon körültekintőek az adatokkal, tehát semmilyen adat, ami diákoknak az adatai, az nem kerülhet ki a rendszerből, tehát ezt csak a tanár látja, vagy hát ugye az a szervezet, akihez a diák tartozik. És akkor igazából ezen az alkalmon bevezetnénk a résztvevő tanárokat a thinklinkbe. Itt azért írjuk, hogy érdemes a ketten elindulni egy ilyen projektben, mert hogy maga az alkotó folyamat, mondjuk, hogyha egy órán zajlik, ez már aztán egy egyéni döntés kérdése, akkor nagyon jó, hogyha többen tudnak egyszerre segíteni a diákoknak, mert hogy párhuzamosan dolgoznak majd csoportokban. És akkor, hát ez időben, ez abszolút ez megbeszélés kérdése, hogy az első alkalom előtt vagy után tartsuk-e ezt a továbbképzést. Az első alkalom az egy online vezetés a Petőfi kiállításban az egész osztálynak, és ezt mi tartjuk, és ebben a vezetés végén hát fel fogjuk bevetni nekik, hogy ők is tudnak ilyen kiállítást készíteni, és magát ezt a feladatot. Viszont a második alkalom az viszont itt a tanárok irányítására bízzuk ezt a második alkalmat. Mi akár élőben is jelen tudunk lenni, mint segítők, tehát szekundálni tudunk, vagy be tudunk jelentkezni, hogy telefonon is elérhetők tudunk lenni, viszont azt gondoltuk, hogy sokkal jobb, hogyha egy ilyen szabad kezet adunk, és akkor az osztállyal közösen megbeszélt ötletek alapján, bármilyen háttérre, bármilyen... Mi is tudunk hátteret biztosítani, de például az a kép, amit már az édesanyja kapcsán láthatatok, ez a kiállítás sokból nyíló múzeumpedagógiai tér, ennek a virtuális tere, ez például rendelkezésre áll, tehát hogy akár ebbe is meg lehet rendezni ezt a kiállítást, de hogyha egy osztály szeretne saját képekből kiindulni, akkor abszolút nyitottak vagyunk mindenre. Úgyhogy ez a második alkalom, ez egy ilyen, nem engedjük el a pedagógusok kezét, de mégis teljesen szabadon alkothattok a diákokkal együtt. És akkor a harmadik alkalom, hát itt tudjuk, hogy ugye azért véges az idő, és még akárhogy is János Vitézről van szó, hát mégsem egész fél éveket tudunk rászánni, úgyhogy ha marad rá idő, akkor egy közös kiállítás megnyitót tartunk, ahol a diákok be tudják mutatni a műveiket, és mi pedig reflektálunk rá, megdicsérjük őket, és örülünk együtt. És akkor itt a technikai feltételek fel vannak sorolva, ugye nagyon fontos, hogy ezek az alap dolgok, ezeket fel se sorolom, hogy stabil internet, meg kivetítő hangosítás, mert hát igen, igazából ezek már az online tárlatvezetésekhez is kellenek,
nagyon fontos, hogy legyen egy elérhető tárhely az egész csoportnak, és de ezt gondolom, hogy a Classroom-on, vagy aki online oktatásban most ezt megszervezte, annak ez már rendelkezésére áll, és az összes többi pedig a Thinglinkhez kapcsolódik, tehát egy eszközre van szükség, ahol egy-egy csoport tud dolgozni, és külön fiókokra. De ez igazából azért is most talán nem is megyek bele ebbe, mert ez abszolút itt a gyors talpalon végig beszéljük, megbeszéljük, hogy a legkomfortosabb, hogy lehet megoldani, tehát ezeket a technikai részleteket meg tudjuk beszélni. És akkor ezek pedig ugye pályázati információk, február végéig várjuk a beérkező pályázatokat, és az első 10 legjobb nyeri meg ezt a lehetőséget. És igazából hát, hogy ez annyiból jobb, mint hogyha ez azért nagyon jó a diákoknak, mert hogy egy szuper közösségépítő feladat, tehát hogy az egész osztály közös alkotást tud létrehozni, amire büszkén megmutathatják az iskolában, kitehetik az iskola honlapjára, otthon is, és barátaiknak, meg üzletfeleiknek is megmutathatják. És ezen kívül pedig hát ugye digitális kompetenciákat és abszolút anyanyelvi kompetenciákat is fejleszt, és hát abszolút hát ez az alkotás öröme, főleg azért nagyon, nagyon jó. Most látom, hogy nagyon elmegy az idő, úgyhogy én lassan be is fejezem ezt a bemutatót, és leveszem a osztást, hogyha sikerül. És átadom a szót Cékmány Annának. Köszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm, szép estét kívánok mindenkinek, és én igazán, de igazán nagyon rövid leszek, mert szerintem minden, ami izgalmas volt, az most elhangzott, Judit, Dia és Anna már elmesélték, és én tényleg akkor most részben a cseten felmerült kérdésekre is válaszolnék egy képernyő megosztással, mert mivel mással. Ez ugye a sokszor-sokszor mutatott már honlapunk, ami minden információ rajta van. Tulajdonképpen ez az egy most az online tartalmakat sűrítő kis csempe, ez pedig a boldog békeidők, esetleg ezt is némi nosztalgiával végig lehet barangolni, és a nyitva vagyunk bizalomkeltő táblára, hogyha rákattint az ember, akkor érzékeli, hogy ugye Judit beszélt a két édesannáról, a sétáról, illetve a tárlatról, Dia bemutatta az új jókait, de lehet látni, hogy van még Petőfi tárlatunk is, mert hogy a Petőfibe is lehet barangolni, és ezekre lehet jelentkezni. Van egy online jelentkezési lap, amit hogyha kitöltenek, akkor legkésőbb 2-3 nap múlva felvesszük önökkel a kapcsolatot, és egyeztetünk egy időpontot, megbeszéljük a technikai részleteket, de most egy picit nagyképűen azt tudom mondani, hogy szerintem nincs már olyan felület, amihez mi ne tudnánk csatlakozni, de bármihez tulajdonképpen. Mennyei, hogyha mi halljuk és látjuk a gyerekeket, de volt már olyan is, hogy nem hallottuk és nem láttuk a gyerekeket, tehát nem tudom, hogy van-e még a permutációban egy olyan variáció, amit ne éltünk volna át. És az újítás, amit Dia már említett, hogy 3 tárlathoz, illetve a jókaihoz is tartoznak ilyen konzervvezetéseknek hívjuk őket, tehát ha éppen nem szeretnének benevezni egy ilyen élő online közös barangolásra, akkor a Petőfinél például erre a két kis nyilacskára kattintva, ez a kisebbeknek ajánlott 5.-8. osztály, ez a billiárdasztal, ami egyébként egy prényi szeretne lenni, ez pedig 7.-12. osztályosoknak, ezek YouTube-ra feltöltött anyagok. Dettó ugyanilyen van az aranyban, itt most még egy kicsit kísérletezünk, én mondjuk a Petőfit csináltam, és azt választottam, hogy ilyen 20 perces nagyobb egységek, Kádár Anna csinálta az aranynak a konzervvezetéseit, itt is 2 korosztály van, viszont ez végig kísér az egész kiállításon, és sokkal kisebb etüdszerű bemutatója az adott térrésznek, illetve itt rengeteg letölthető játék is van. Egyébként azok a Petőfi alján is sorakoznak, de ott azért jóval kisebb mennyiségben, csak pár éppen az íze kedvéért. És ugyanígy vannak konzervvezetések a csát tárlatunkhoz, ez alatt a kis hangjegy alatt, illetve itt a csátnak a szerkezete is felfedhető, és mindegyik a Thinglink felületen valósul meg.
Van természetesen Pál utcai fiúk sétánk, az talán az volt az egyik legnépszerűbb, elég nagy meglepetésünkre. Itt egy nagyon hasonló térkép, nyilván egészen más korszakból és mást ábrázoló, mint amit az Édesannánál láthattunk, és itt is a Google Street View képei alapján tudunk kalandozni a gyerekekkel, és bárhova is el tudunk jutni, még Molnár Ferenc gyerekkori házához is, és egy hasonló sétánk van Ady Endrével. Itt inkább Ady Endrének a szerkesztői múltja, a hírnév, a kultusz, ami kialakul a temetést követően, ugye a Nemzeti Múzeumos Ravatal, a Léda, illetve a Csinszka szerelem, meg Ady egyetlen és állandó, egyetlen és első bejelentett lakcíme ugye Csinszka lakásában. És van egy új projektünk is, 5 közgyűjtemény dolgozott együtt, az Országos Széchenyi Könyvtár, a Szépművészeti Múzeum, a Nemzeti Galéria, a Nemzeti Múzeum, és valakit kihagytam, az Akadémia, nem? Ki volt még? Na jó, tehát, hogy valakit kihagytam tőle, elnézést, és mi voltunk benne, és ez egy... Levéltár, nem? Bocs. Nagyon szépen köszönöm, a levéltár, a Nemzeti Levéltár, és most a Nemzeti Múzeummal úgy döntöttünk, hogy március 15-e alkalmából 2 héten keresztül közösen, vagyis tandemben 2 múzeum pedagógusai vezetnek majd ezen a március 15-ei térképen, ahol azért nem csak egyszerűen végig lehet barangolni, és egy kicsit a gyerekeknek is azért úgy vizuálisan jobban bekattan, hogy hú, de közel voltak egymáshoz ezek az állomások, de mondjuk az jel mögött azt is meg lehet tudni, hogy szegény Táncsics Mihály miért nem tudott elmenni az esti előadásra, és miért volt őt egy picit nehéz kiszabadítani. Elárulom azért, mert elaludt, a stressz helyzetre úgy reagált, hogy nem maradt túl éber. És van egy újító kísérletezésünk, ez a könnyen érthető kommunikáció. Eléggé, nem eléggé, nagyon elkötelezettek vagyunk amellett, hogy olyan csoportok is hozzájussanak múzeumi tartalmakhoz, akiknek ez bármilyen okból nehézséget jelent. Ugye a szociálisan halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket egyszerűen most nem érjük el, ami egy kétségbejtő érzés, itt zárójelbe zárva, illetve ez nem lehetne zárójel. És a könnyen érthető kommunikációval kísérletezünk, ami középsúlyos autisztikus spektrumzavarral élőknek, illetve enyhe értelmi fogyatékkal élőknek szól. És ez egy Petőfi kiállítás lett. Én próbáltam már auti és enyhe értelmi sérült felnőttekkel, úgy tűnik, hogy viszonylag működőképes. Itt a Petőfi költészet és rím kérdéskör mentén a kis ajtó vezet át a különböző állomásokra, és egy picit azt próbálja megérzékíteni, hogy a vers miért olyan különleges, miért számít varázslatnak, a rímekkel hogyan lehet varázsolni, és olyan érzéseket előcsiholni, amiket az ember nem is sejtett, hogy benne megvannak, és el fogunk jutni a János Vitézig, és a János Vitéz képéből kiindulva tulajdonképpen az lesz, ha lehet így mondani, a csattanó vagy a sikerélmény, hogyha válaszolnak mindezekre a kérdésekre, amire úgy tűnik, hogy nagyon kompetensen és élvezettel tudtak válaszolni, akkor a végén ők maguk is íróvá és költővé lesznek, vagyis varázslóvá, akik a szavakkal nagyon sok mindent el tudnak érni. És van még egy ilyen csodálatos kis gyűjteményünk, ahol 5 online játékot lehet felfedezni. Az Érezni aranynál emojikat lehet feldobálni, és aranyversorokat fog reppelni a megfelelő hangulathoz, mutatván, hogy ennél sűrűbben szerintem magyar költő és változatosabban nem nagyon tudott emberi érzéseket megjeleníteni. A World Wide Petőfi magáért beszél, az tulajdonképpen Petőfi meghódítja a világot, nagyjából 50 év alatt a világ legtávolabbi pontján is van már Petőfi fordítás, érdemes az időcsúszkával szórakozni. A nemzedéktársak jóval, de jóval komolyabb, jaj, nem akartam rá kattintani, bocsánat, vagy nem szerettem volna. A nemzedéktársak az Petőfi és barátai, akik a márciusi ifjak, és az ő eredeti szakmájuk, vallási hovatartozásuk, származásuk, hát hogy ahhoz azért kell némi szociológiai és korismeret, hogy az ember ott, nem is tudom, igazi érdekességekre bukkanjon. A szótippelő, amire rá fogok kattintani. Ez ugye aranynak 60 ezres a szókincse, és itt meg lehetne tippelni, vagy meg lehet tippelni, hogy ez előfog mit jelent, mondjuk valakit elővesz, kezelésbe vesz, kérdőre von, tejfog, vagy elkap. Én most akkor azt mondom, hogy elkap, de nem, valakit elővesz. És akkor szépen lassan a 10. tippelés után ki fog rajzolódni ezekből a poétikusan tekergőző vonalakból Arany Jánosnak az arcképe. Ezt a gyerekek, azt tudom mondani, hogy valami elképesztő lelkesedéssel. Egyrészt tippel,
figyelik, és utána az benne a játék, hogy azt szoktuk nekik javasolni, hogy fogadjanak örökbe legalább egy szót, ami azt jelenti, hogy legalább egy hónapig háromszor kell használniuk, és akkor nézzék meg, hogy a környezet mennyire megrökönyödik, hogy ők milyen szavakat ismernek. Egyrészt, másrészt meg akkor életbe tartottak egy magyar szót is. Az aranyutaknál pedig szerintem az egyik legbájosabb, ami szintén a diákoknak egy nagy megdöbbenés, de még nekem is az volt, hogy nem csak ennyi utca van elnevezve aranyról, és rengeteg intézmény, és elképesztően sok szobra van, de hogy van egy bolygó is, akinek egy kicsit ilyen örkényes neve van, ő a 89.973 Arany János nevet viseli, és itt látható, úgyhogy Arany János a világűrben is velünk van. Ezek a játékok is természetesen ingyen, és a honlapokban keresztül hozzáférhetőek, úgyhogy itt ezek mögött, a csempék mögött mindent megtalálnak, hogyha egyrészt felszeretnék velünk venni a kapcsolatot, másrészt szeretnének velünk kalandozni az online térben.